Sziasztok, Juhász Roland vagyok, nézzétek az NSO TV-t, és szurkoljatok a válogatottnak! Javulnunk kell sok téren, úgy érzem a labdabirtoklásban jobban kell, hogy mi irányítsunk a meccset. Küzdásban küzdöttünk, még harcoltunk, hava szerintem nem volt gond, csak jobban kell megvalósítani azt, amit a kapitány kér, és amit gyakoroljunk ott az edzéseken. Mindenek akkor a különbség a két fél idő között, most az, hogy ők rúgtak két gólt a második fél időben, azt gondolom, hogy eldöntettük volna a mérkőzést korábban, meg voltak a lehetőségünk a második gólt, hogy megszerezzük. Nem sikerült sajnos. Érzem, hogy picit a végére elfáradott a csapat. Elég nagy területek maradtak ott középpályán, amiket jobb töltöttek a finn játékosok. Hát sikerült neki megnyerni a mérkőzést. A végén pedig már mentünk az eredmény után, és nekünk nem jött össze az egyenlítés. Én is egy úton elindultam, így a válogatottság szempontjából. Remélem, hogy ez jó út lesz. Úgyhogy szerintem azon vagyunk, és reméljük, hogy a következő mérkőzés az jól fog elsülni. Úgy érzem, nem tudtunk kirányítani a meccset. Úgy éreztem, az első 15 perc nagyon jól kezdtünk, de utána igazából a finneket ők irányították. Már volt a helyzet nekünk, hogy ha meg lesz a 2-0, akkor megvan a meccset. Sok munka áll előttünk. Utána tényleg elég sok csere történt nálunk a csapatban. Most ez egy alakuló csapat, és azért nagyrészt kicserélődött a csapatunk. Volt az első állomás itt a szeptemberi felkészülésre. Most is azt mondom, hogy inkább most jönnek a hibák, mint majd, mikor már tétre megy a játék. Úgyhogy de van ebből a mérkőzésből is mit tanulni. Hát könnyű soha nem. Sokat kell dolgozni a klubon. Ott kell jó teljesítményt nyújtani először, és utána majd itt a válogatottba. Én mindig úgy voltam velem, ahova teszi az edző, ott próbálok a legjobb segíteni a csapatnak. Akad bennem, azt mondom, hogy 1-0-nál még 1-1-nél is voltak helyzeteink, úgyhogy szerintem ezeket kell kiküszöbölni, hogy a helyzeteinket jobban használjuk ki, de összességben mondom, nem szabad csapatnak lennünk. Ez egy út eleje, szerintem hibából kell tanulnunk, legközelebb megyünk telkébe, ezeket biztos megbeszéljük, úgyhogy fel a fejjel mindenkinek. Hát úgy érzem, hogy mindenképpen jobban kell vállalni a játék, többet kell, hogy legyen nálunk a labda, mert szerintem ez a magyar csapatnak az erőség, hogy sok technikás játékos van, és akkor vagyunk igazán jó, ha van nálunk a labda, és ebből sokat jobb kell, hogy legyünk, és jobban kell letámadni az ellenfél, hogy ne tudjunk úgy játszani, mint ma itt. Teljesen tetszenek az elképzelések, szerintem ezzel minden játékos így van, úgyhogy ezeket igazából a klubok is támogatják ezeket, úgyhogy nem lesz velük probléma, reméljük, hogy minél több összetartáson tudunk találkozni, és minél hamarabb össze tud állni a csapatunk.